Na, szerusztok, na! Szeretettel üdvözöllek, egy kicsit késő van, de nem baj. Most jut eszembe, hogy most kell megcsináljam ezt a videót. Ezért ilyen lámpafény mellett kell csináljam. És azon gondolkodtam, te, halljátok-e? Amikor esküdtök, akkor a templomba mentek. És amikor váltok, akkor a bíróságra. Tehát amikor esküdtök, akkor a templom és a pap előtt. És amikor váltok, akkor a bíróság és a bíró előtt. Az ügyvéddel. Nem kellene elgondolkodni, hogy előre el kellene menni a templomba is. Na nem azért a kupabori, csak ugye az ember elgondolkozik rajta, hogy igazából onnan jön az egész, hogy tettem fel egy úgymond idézetet, hát egy gondolatot. És hát van ugye finom vegyes vélemény, a válásról van szó igazából, ugye, hogy az ember ha bár elvállott volna, bár nem szenvedett volna annyit mellettes. Én mindig azt kérdezem, hogy nem az lett volna jó, hogyha bár nem mentél volna hozzá feleségül? Vagy bár ne vetted volna el? Mert ugye hallok olyant, hogy alkoholista lett, részeges lett. Hát és amikor hozzá mentél feleségül, ezt nem láttad? Hát mondja, hát akkor nem volt részeges. Igen, igen, akkor miattad lett részeges. Ezért nem kéne elgondolkodni, ugye? Mert mindig azt mondjuk, hogy igen, 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 mi a farka az kicsike. Nem lehet, hogy a pinája a nagy. Nem azért a kupabori, csak a dembét báncsa. Értetétek-e? Na, és úgy gondoltam, hogy ezt kifejteni még kicsit bővebben. És hát vissza kell menni a legelejére. A legelején azért jó egy kicsit ugye tapogatózni, mert azon kell elgondolkodni, hogy hát én szedtem fel őt, vagy ő szedett fel engemet, vagy a sós összevetett, mint az ökör szekeret, jobbról-balról bálhatunk, és kezdtük húzni a szekeret. Ugye már innen indul el az egész, és a második nagy-nagy kérdésem az a gyerekvállalás. Tehát, ha a gyerekvállalást nem tudatosan csináltad, azaz megtervezve, értetétek? Azt mondják, ugye az ilgum-bulgumnak nem kell nagy tervezés, mert az jön magától, igen, igen. De a gyerekvállalást azt kicsit kellene tervezni. Én így gondolom. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Na, és a legtöbbször az van, hogy ugye, hát lássuk azt, hogy hát a mennyasszony ma az éppen kerekedik, ugye a mennyasszonyi ruhába, hogy látszik rajta, hogy kerekedik. Na, van ügyeska, hogy jó, pofa, tudod. Székefed úgy mondja, hogy jó néz ki, hogy jó húsban van, érte? Igen, igen, igen. Csak nem ilyen házasság is azért van, mert jött a baba. De a baba nem azért van, mert nem vettünk valamit figyelembe. Tehát értitek, mire akarok kitérni? Tehát az is lehet, hogy már az elején el van rontva. Na, de nem akarom elvenni a kedveteket, mindenki csak gondolkodjon el rajta. Ez most egy ilyen Big Fish-es videó volt, úgyhogy gondolkodjatok el rajta. És ha tetszik az ilyen Big Fish csatornás videó, akkor iratkozzál fel a Big Fish csatornára. Meg kell nyomni a követemet. A követemet kétszer nyomjátok meg, mert utána be kell tenni a kedvencemet. Értetétek-e? Már olyan is van. És akkor kapsz értesítést az élőadásról, és az ilyen videókról, meg a bejegyzésekről. Na, puszi felhő. Tehát azért gondolkodjunk el, hogy hol volt elrontva, ha már el van rontva. Na, ennyi. Szerusztok!